Üdv mindenkinek, sziasztok, Zozek vagyok. Jelenleg nem a kabinból jelentkezem, hanem az autóból. Eljöttünk vásárolni, és bevásárlás közben terveztük, hogy bemutatjuk nektek az árakat, mi mennyibe kerül itt nálunk, Angliában, a Sainsbury-be. Menjünk is be a boltba. Bejöttünk a hűtős részlegre. Itt van egy számunkra kedves kis hely, méghozzá a lengyel részleg. Itt különböző lengyel termékeket lehet venni. Hú, le is csapunk rá gyorsan, mert nagyon fogyó szokott lenni. A tejföl, 18%-os tejföl, 400 g-os, 1,50 ér. Ebből sajnos csak kettő van összesen, de szoktunk venni 3-at, 4-et, 5-öt is akár. Itt mindenféle lengyel termékek vannak. Ez a joghurtos részleg, illetve a túloldalon vannak a különböző húsok. Én ezt a részleget csak úgy hívom, hogy aglegény részleg, ugyanis mindenféle előre elkészített kaják vannak. Be kell rakni mikróba, és kész. Mondjuk elég drágák, mert például akciósan 5 font 50 penny, illetve 6 font 50. Hát itt mindenféle ilyen kész előrekezett kaja van, mikrós kaja. Illetve, ha valaki nem szeretne bíbelődni a kajakészítéssel, akkor van kész kajás is itt a Sainsbury-n belül. Lehet választani pizzát, hogy ember mit szeretne enni, és ezt így sütik meg neki helyben, illetve van egész grill csirke, csirkecomb, csirkeszárny, illetve különböző töltött pékáruk, sausage roll például, ez ugye kolbásza töltött, ilyen kis, hát nem is tudom pontosan mi ez, ilyen, hát kenyérszerű dolog, egy 30 darabja. Most vasárnap van, úgyhogy most kevesebb a kínálat, vasárnap 1 óra, és 4-kor bezárnak, úgyhogy ilyenkor kevesebb a kínálat. És amúgy itt van mellettünk egy Argos is. Igen, Argos itt lehet átvenni, ugye az ember rendel van az Amazonról, vagyis az Argosból, és akkor ez ilyen átvételi pont, itt is lehet vásárolni. Érdekességképpen most például le van a csirkecomb akciózva 1.10-re, 2.25-ről, mert gondolom le fog járni a dátum, meg ugye vasárnap van. Itt vannak a pizzák. 10 fontba kerül a médium, és 12-ben a nagy. Lehet extra dolgokat kérni hozzá, az pedig 2 font extra. Megjöttünk a fagyasztott termékekhez. Zöldségek, gyümölcsök, jégkrém, fagylalt. Van itt minden, mi szemszájnak ingere. Például a minőségi vegyes zöldség, az 2.70, a 640 g, és az olcsó verzió, az 1 kilós, az pedig 1.30. 900 g-os karfiol, fagyasztottan 1.30. Ilyen rizst szoktunk venni, ez előre megfőzött rizs, már csak mikróba kell berakni egy pár percre. 4 csomag van benne, 4x200 g, az 2 font 10 penny. 2 literes vanília jégkrém, 2 font 20 penny, illetve van más ízesítésben is. Teljes részleg, ezek a friss tejek, ezek általában egy nap alatt fogyasztandók. Ez olyan, ami nálunk Magyarországon volt régen, a zacskós tej, csak itt műanyag dobozban árulják.
Hát különböző kávék, illetve üdítők, amik hűtést igényelnek. Itt ezen a részen csak különböző fajta tejek vannak, ugye zabtej, rizstej, mandulatej, kókusztej, szójatej, tehát mindenki megtalálja a szája ízéhez való tejet is akár. A Long Life Milk, ami úgynevezett tartós tej. Mi ezt a pirosat szoktuk venni, csak nem itt, hanem a Lidlben, maradt lényegesen olcsóbb. Itt egyébként 1 font 15 penny 1 liter tej, mi egy dobozra szoktunk venni, abban 12 van. Illetve van olcsóbb verzió. Ez a fajta tej, ez csak 69 penny. Tartós tej részlegen is vannak különböző szójatejek, rizstejek és mindenféle alapanyagból készített tejek. Illetve itt vannak ugye fönt a értelemszerűen a tejhez való kakaóporok is.